Immáron negyedik alkalommal rendezett születi felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domokos, a közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszerettessék a székely hagyományokat. Most az idén a futballpályán lesz a rendezvény, ott lesz egy köszöntő és egy ilyen egy órás körülbelül kulturális műsornak nevezett. Nyilván a hagyományokhoz hűen néptánc, dalok, népzene, mesemondás, ilyesmi. Ez körülbelül egy órás program, utána lesz egy vacsora, vendégül látjuk a népet vacsorával, galuskát főzünk, mind ez hagyománynál, vagy aki úgy ismeri töltött káposztát, a székelyek galuskának hívják, azzal megvacsorázunk, arra is van egy egész jó kis időszak, és akkor utána a Delfin zenekarra megkezdődik a mulatság, ami remélhetőleg hajnalig tart. Közben lesz tombola. Aki lemaradt róla, bánhatja, aki viszont ott volt a majosi születi felvonuláson, az egész nap remekül érezte magát. Ráadásul megízlelhette, milyen is a messze földön híres töltött káposzta. Idén a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel közel 400 adag készült belőle, ám ez az étel is tipikusan azon étkek közé tartozik, amelyből nem lehet eleget készíteni. A hagyományőrző program sok embert vonzott a településre. Hölgyészről jövök, hölgyészi vagyok, és én szeretem, mert mindig zenéltem én is fiatal koromban, és kíváncsi voltam, hogy Majoson hogy zajlik ez az esemény. És nagyon tetszik. A kulturális műsor keretében hagyományos néptánccal és dalcsokorral vonultak fel a hétállomásos helyszíneken, ahol a helyiek a szokásoknak megfelelően finom falatokkal várták őket. Konyhádi székelykörrel jöttünk ide, és az az igazság, hogy én most nem olyan rég csatlakoztam hozzájuk. A Bonyhádi székelykör, annyit kell tudni, hogy ők egy olyan másfél éve átalakultak, és egy teljesen új, egy kicsikét modernebb változatot vettek fel. A hagyományoktól kicsikét eltérően néptáncot is bevezettek. Mindig jó itt tehát jókedv van, tánc van, mulatság van, és ez engem mindig is vonzott. Nagyon közel áll hozzám a néphagyományápolás, és itt mindent egybevetve megtalálhatunk a székelykörben. És ez az első év is, hogy én Majosra kilátogattam, de garantálom, hogy továbbra is fogom tartani ezt a hagyományt, mivel hogy ezzel a csoporttal biztos, hogy fogunk még csatlakozni ehhez a rendezvényhez. A sportpályán egész nap egymást váltották a színesebbnél színesebb programok, felléptek a helyi nemzetiségi csoportok, műsort adtak az óvodások. Az esemény hagyományosan születi bállal zárult, közel 300 emberrel.